Május 29-én még a bajnok csapat játékosaként a hálót vágta le a gyűrűről a Continental Arénában Mohácsi Máté. Szerdán viszont már klubvezetőként mutatta be a Kékcápák új vezetőedzőjét az aktív játéktól visszavonuló, az élvonalban 12 évet lehúzó, most már csak volt kosaras. A szerdai sajtótájékoztató témája is az A-csoport, pontosabban az élvonalra készülő Hübner Nyíregyháza Blue Sharks volt. Az ügyvezető elmondta, hogy miért Pető Ákos kapta meg a nyíregyházi kispadot. Nem csak a lokálpatriotizmus szól belőlem, hanem a szakma is, de ő neki a karrierjében el kellett most már jönni annak ennyi utánpótlásban elért siker mellett, illetve felnőtt vezetőedzői mellett dolgozván másodedzőként, hogy átvegyen egy csapatot, és egyedül vezetőedzőként tudja sikerre vinni azt. Nem is tudom, hogy ki lett volna alkalmasabb, mint a Nyíregyháza, hiszen ő hazai nevelés, itt volt 10x évig edző, és itt ért el szép sikereket, és a 4 éves albakompas kitérő után visszatérjen, tehát számomra egyértelmű volt, hogy a legalkalmasabb erre a pozícióra az most Pető Ákos. Pető Ákos 2017-ben bajnokságot nyert a nyíregyházi junior csapattal, majd a következő 2 évben az Albakon fiataljéval végzett az élen. Ő a szövetségi edzője az U18-as fiú válogatottnak, az A csoportban pedig beugróként 2 győztes meccsen ült a kispadon vezetőedzőként. A következő szezonban növelheti ezt a számot. Érzelmileg nagyon sok dolog kötött Fehérvárhoz, főleg a fiatal játékosok, akivel 4 évet együtt tudtam dolgozni, tehát ez egy kicsit megnehezítette a döntést, de ez egy úgy gondoltam, hogy ez egy olyan alkalom, amit ki kell használni, hiszen kezdőedzőként, illetve fiatal edzőként azért egy álmom volt, hogy NB1-es edző legyek, hogy ez a szülővárosomban sikerül, az pedig egy extra motiváció. Tehát egy nagyon picit hezitáltam, de utána már könnyű volt dönteni. A korábbi vezetőedző Boris Majkovics is a szakmai stáb tagja marad. Mohácsi Mátéhoz hasonlóan Cingel Zoltán is befejezi pályafutását, Kuttor Gergő pedig visszatér az Albakomphoz. 7 kosarassal, Bazsó Brunóval, Tóth Gergellyel, Kis Benedekkel, Mokászki Mátéval, Szobi Dániellel, Vaskó Györgyel és Busz Ivánnal a szerződés hosszabbított a klub. A csapatkapitány szerint előnyt jelent majd az összeszokottság az A-csoportban. Nem véletlen, hogy sikerült ez a feljutás is. Ez egy nagyon erős magyar mag volt a B-csoportban, de erről is már volt szó, hogy nem feltétlenül tartom gyengének ezt a magyar magot a 9-10. Hely és onnan lefele elhelyezkedő A-csoportos csapatok magyar magjánál. Ismerjük egymást, nagyon jó volt a kémia az elmúlt pár évben, hiszen tudok több évről is beszélni, mert mind Bruno, mind Geri, mind a fiatalok már itt vannak, Benedek pillanatok alatt beilleszkedett, úgyhogy bízom benne, hogy ezt tovább tudjuk vinni, a munkamorálra nem lesz baj, egymás képességét is ismerjük, úgyhogy vágjunk bele, bízom benne, hogy jól fog sikerülni. A sajtótájékoztatón bemutatták az első új szerzeményt, a szolnoki nevelésű 212 cm magas Anda Dávidot, aki az elmúlt 2 szezonban az A-csoportos Oroszlányban játszott, így jól ismeri az élvonal légkörét. Mindenféleképpen azon leszek, hogy a lehető legtöbbet mutassam minden egyes mérkőzésen, és a magyar bajnokság mellett szól az is, hogy évről évre a színvonala az nem hogy esik, hanem inkább erősödik, szóval mindenféleképpen egy borzasztó erős szezont várok, de hát az a dolgunk, hogy erre minél jobban felkészüljünk, és a lehető legtöbbet kihozzuk belőle. A klub vezetése még egy fiatal magyar játékossal tárgyal, és 4 külföldi kosaras szerződtetését tervezi. 1-es és 5-ös posztra biztosan érkezik légiós, a másik 2 poszt sorsa a későbbiekben dől el. A felkészülést augusztus elején kezdik a Kékcápák.